Szia, Szekér Viktória vagyok, ez pedig a Tukendoit nyelvtanulás YouTube csatornája, ahol a nyelvek rendszeréről tanulhatsz. A mai napon a spanyol nyelvtanról lesz szó, és az összes spanyol névmásról. Javaslom, hogy maradj a videó végéig, mert miután átnéztük ezt az összefoglaló spanyol névmásos részt, rögtön lehetőséged lesz gyakorolni fordítási feladatokon keresztül. Akármilyen nyelvet is tanítsak, angolt, franciát, németet, spanyolt, a névmások azok mindig nehezek, és az is nehéz bennük, hogy jó lenne csinálni egy ilyen nagy összefoglalást belőlük, de általában az csak még jobban összezavarja az embereket. Szóval ebben a videóban is úgy van, hogy már van egy korábbi videó, ahol egy bizonyos mennyiséget átvettünk, és arra csak utalni fogok ebben a videóban, és most pedig megnézzük az összes többit. Nagyon sokan vannak a névmások, és ezért nagyon jól össze tudnak zavarni minket. Nagyon sok névmás van, és ezért javaslom azt, hogy nézd meg az előző részt is, aminek van blogbejegyzés és videós verziója is, és ezt berakom a leírásba mind a kettőnek a linkjét. Spanyol névmások, kik azok, akik maradtak? Az előző bejegyzésben megnéztük a személyes névmásnak az eseteit, az alanyesetet, a tárgyesetet, a részes esetet és az előjáró szavakkal működő esetet. Most pedig meg fogunk nézni három másik névmás típust is. Az első az a hangsúlytalan birtokos névmás, vagyis a pronombre possessivo átonó. Ezt akkor kell használnod, amikor magyarul azt mondom, hogy az én házam. Spanyolul mi casa. Ezek után, a névmások után van valamilyen főnév, amit birtokolsz. Amire figyelned kell, az az, hogy egyeztesd őket az adott birtoklandó tárgynak a neméhez és a számához. Nézzük meg, hogy milyen verziók vannak. Ami könnyű rész, az az egyes szám első, második, harmadik és a többes szám harmadik, mert ott nem kell figyelned a birtoklandónak a nemére, csak arra, hogy hány dolgot birtokolsz. Viszont többes szám első és többes szám második személyben kell figyelned rá, ott ugye van nuestro, nuestra és nuestros és nuestras is, tehát nagyon kell figyelned. Nézzünk erre példamondatokat. Este es mi coche, ez az én kocsim. Estos son mis coches, ezek az én kocsiaim. Esta es mi casa, ez az én házam. Estas son mis casas, ezek az én házaim. Van ennek egy olyan verziója is, ami a második lesz nekünk itt most, ez a hangsúlyos birtokos névmás, vagyis a pronombre personal tonico. A spanyol hangsúlyos birtokos névmást akkor használod, amikor azt mondom, hogy az enyém. Tehát la mía, hogyha mondjuk a kászához egyezteted. Spanyol magántanárként az a tapasztalatom, hogy ezt szokták a legnehezebben megjegyezni a diákok. Pedig itt is ugyanarra kell figyelned, hogy számban és nemben egyeztetned kell arra ahhoz, amire utalsz, ugye itt most a kászához. Nézzük meg, hogy milyen alakjai vannak ennek. Itt már mindig kell figyelned a nemre is és a számra is, tehát az összes verzió megvan mindegyiknél. Nézzünk példamondatokat. Este no es mi coche, es el tuyo. Ez nem az én kocsim, ez a tiéd. Estas no son mis casas, son es tuyas. Ezek nem az én házaim, ezek a tiéd. És az utolsó, amit ma meg fogunk nézni, ezek a visszaható névmások, vagyis a pronombre reflexivo. A visszaható névmások barátságosnak tűnhetnek elsőre, mert egyébként rögtön meg is tanuljuk őket valamilyen szinten, ugyanis a bemutatkozásnál azt mondom, hogy me llamo Vicky, és ott a me az már a visszaható névmás. Nincs velük igazából nagyobb gond, az a gond csak, hogy nagyon könnyű összekeverni őket azzal a típusú mondattal, amikor azt mondom, hogy me gusta, aprender, ami pedig a részes lesz. Nézzük meg a visszahatót és a részest egyszerre, hogy lássuk, hogy hol lehet összekeverni őket. Visszahatós névmások ugye metesse, nos os se, a részes névmások pedig metelle, nos os lesz. Tehát lényegében az egyes szám harmadik és csak a többes szám harmadikban különböznek egymástól. Nézzünk egy példamondatot a visszaható névmásokra. Nos levantamos pronto, hamarosan felkelünk.
Most, hogy átnéztük a névmásokat, és már nagyjából tudjuk azt, hogy mikre kell figyelnünk, rögtön tudunk gyakorolni is. Magyar mondatokat fogsz látni, és ezeket kell fél perc alatt lefordítanod spanyolra, és a végén a megoldást is láthatod. Nézzük is! Most, hogy gyakoroltunk, nincs más hátra, mint hogy bátorítsalak arra, hogy iratkozz fel, lájkold a videót, és ezzel támogasd azt, hogy minél több ingyenes nyelvtanulással kapcsolatos tartalmat rakjak föl. Mindeközben pedig ne felejtsd el azt sem, hogy meg tudod csinálni.